Johnny újszülött testvérkéi. Belefáradtam! Mindig ugyanaz a régi nóta! De ez egy új kísérlet! És ne gondold, hogy te ezt megúszod, kis haver! Innentől ez ugyanannyira a te hibád is, mint a nővéreidé! Mi? 11 éves vagy, és nemet mondhatsz egy kísérletre! Ha ezentúl bármi is átalakul ebben a házban, téged is előveszünk ám, és megbüntetünk! Apátok és én most először megyünk el itthonról 11 év után. Úgy érezzük, hogy 3 órára magatokra hagyhatunk titeket, vacsorázhatunk, és megnézhetünk egy lányos filmet, amit apátok utálni fog. Nem akarok semmi bajt, mert egyszer az életben szeretném a délutánt azzal a nővel tölteni, akit szeretek. Akármilyen rossz is lesz az a lányos film. Nem akarok bajt! 5-re itt hol leszünk? Fantasztikus! Egy szülők nélküli nap! Megterveztem az egész délutánt. Filmek, amiket még nem nézhetnél meg. Fejenként 2 liter gyökérsör és finom kolbász. Tonnány kolbász. Speed McQueen! 11 évesen nem nézhetném ezt. Imádlak, tesó! Jól van, pszichonővérkék! Én mostantól! Hé, hová tűnhettek? Ó, nézd! Ezeket a cuki ikerbabákat. Ikerbabák? Ne mondj semmit, különben örökre kitiltunk a laborból. Anya és apa 5-kor jön, szóval 4:55-kor tegyél minket a baba átalakítóba, aktiváld a 4321-es kódot és nyomd le a visszagombot. Ez most nem vicces! Mi az már? Johnny öcskös, gratulálok a család új jövevényeihez. Gil, nem értelek. Az újszülött testvérkéid, ezért vagyok itt. Nemrég indítottam a babysitter szolgálatot. Jól van, már értem. Azt hiszem, megszerettek. Ó, nem is hinnéd, mennyire. Egy erőszakos Speed McQueen film. Ezt te nem nézhetnéd, Johnny? Valaki szomorú. Tessék, babák, játszhattok a nylon zacskókkal, amíg Gil megnézi, mi van a hűtőben. Nylon zacskót adott a babáknak játszani? Adjátok ide! Johnny haver, megnéznéd, hogy a testvérkéidet tisztába kell-e tenni? Tisztába? Hogy ne tisztázom én őket! Visszaváltoztatom őket szörnyű nővérekké, mert nem ronthatják el a szülő nélküli csodás délutánomat, igen! A kód nem jó? Miért nem jó a kód? Johnny, tudtuk, hogy vissza akarsz majd változtatni, ezért a kód csak 4:55-kor működik. Vigyél vissza Gil ölelő karjaiba, vagy nincs több laborjáték. Soha! Szép! Ha Gilt akarjátok, akkor viszlek Gilhez! Johnny, remélem nem gond, hogy elmartam néhány tüzes csili paprikát. Nem bírom nézni! Nekem is mennem kell, szia! Tudod, esélyes, hogy Gil egész életükre megcsonkítja a nővéreidet. Ezt ők akarták, és ki vagyok én, hogy korlátozzam a vágyaikat? A testvérük, akinek szeretné és védenie kell őket. Nem, az a tesó vagyok, aki imádja a szülő nélküli gyökérsörös szuperjátékosból, itt most pedig bulizunk. Felőlem aztán így nézhetsz rám egész nap, akkor sem megyek le. Megőrültél? A babák szeretik a csilit. Nem, a csili rossz a babáknak. Reszelt zöldséget kell nekik adni. Darálj egy kis répát, adj hozzá olívaolajat, és az jó nekik. Kösz, Johnny. Te egy okos és igazi havertesó vagy. Talán igen. Etesd, büfögtesd és tedd ágyba őket, és én végre elkezdhetem a szülő nélküli gyökérsör ünnepemet. A gyökérsőr és a filmek, amiket nem nézhetnénk, nagyszerűek. Mi az? Johnny! Johnny! A babák nagyon-nagyon büdösek! És ezért kell kicserélned a pelenkájukat. Nem tudom megtenni. Hogy? Ez a dolgod. Ezért kapod a fizetésedet. Most pedig menj, és mutasd meg nekünk, hogy te vagy a legjobb babysitter a világon. Érted? Igazad van, Johnny. Én nem kell benne. Bemegyek. Gil elájult. Mi
kezdjük! Tedd tisztába őket! Tessék, miért én? Mert te kutya vagy! Ennek nincs semmi köze a dologhoz! Mert én egy fiú vagyok! Egy fiú, akit egész életére elijeszt! És ez a saját családja soha nem lesz, ha ilyen traumát szenved el egy ilyen korai, fogékony korban! Kicseréljük együtt! Hey, felébredtem, és már nem büdösek a babák! Na jó, babák, itt az idő, hogy ugrabugrát játszunk a kinyitható kanapén. Ez nem lehet igaz. Elég! Feltöröm a kútot, és most azonnal visszaváltoztatom őket. De ötletem sincs, hogyan törjed fel a kódot! Itt Johnny! Igen, hé! Hey, Susan szeretne randizni veled! Azt mondtad, Susan randizna velem? Ezt mondtam volna! Én úgy értettem, hogy Susan és Mary babák is fel kéne törnöd egy kódot! Ez mocskos trükk Johnny teszt, de nagyon szép volt! Miért segítenék? Megfoghatod Susant, és most először nem vág érte pofon! Nézzétek! Megfogtam Susant, és nem tol el magától! Ó, Susan baba, a hányásod még nem tántorít el tőled. Hol van Mary? Gil, kérlek, mondd, hogy láttál egy babát holdalakucsattal a hajában. Igen, láttam egy babát holdalakucsattal. Éppen most mászott ki az ajtót. Hogy? Te vagy a lehető legrosszabb babysitter. Tudom, nem nekem való ez a munka. Dobjon kérmét! Igen! Fej! Utálom az érmedobást! Meg lesz! Meg vagy! Miért nem a laborban vagy, és töröd fel a kódot, hogy újra normálisak legyenek a nővéreim? Azt akartam mondani, hogy nem tudom feltörni. Ja, és Susan a tetőn van. Halló! Szia, csillagom! Csak szólok, hogy a film annyira lányos volt, hogy apátok kikészült tőle. Cipők! Cipők és volt barátok! Mindenhol! Ezért jövünk haza, és nem szeretném, ha bármi is felzaklatná. Szóval minden legyen rendben, mire hazaérünk, úgy 10 perc múlva. Hagyd ne, anyu! Szeretlek! Anya is abba korábban jönnek haza! Haver! Véged van! Nézzétek a tetőn a babát! Képes vagy rá, test! Ma már egy undorító pelus telintéstél fel tudsz mászni a tetőre és megmented a felső órát! Tessék, egy zsebrakéta! És éppenséggel ma találtam! Ne, várj, nem akarok! Johnny tesó! Jól hagy! Szólalj meg! És vétlen! Te vagy a legrosszabb babysitter a világon! Ez igazságtalanság! Elrontottátok a szülő nélküli szuperbuli ünnepemet, és még bajba is kerülött, mert ti átalakultatok, és apa ezt megtiltotta! Látod? Mondtam, hogy szeretik a csilit! Várj! Nem eszik meg! Üzenni szeretnének! Ó, ezek számok! Nem! Ez az új kód, ami feloldja a baba átalakított 4:55 előtt! Siessünk! Nincs sok időnk! Tudjátok, mennyire megsérülhettetek volna, és... Megbocsátok. És itt a következő töri házid, Róma bukásáról. Én is megbocsátok. Anya és apa megjöttek, és ez... Meg kell kóstolnotok ezt a csilit. Johnnynak támadt egy ötlete. Gyorsnak kell lennem! Semmi robbanás! Azt mondta, hogy szeretlek újra és újra és újra! Kösz, gyerekek! Egy ilyen horrorisztikus film után jó hazajönni egy szép tiszta lakásba! És egyértelmű, hogy mostantól nyugodtan itthon hagyhatunk titeket egyedül. Szép volt, gyerekek! Hú, ez Speed McQueen! Egy férfias film! Erőszakos, és nincs szó női gondokról! Meg kell néznem!
estét, Mrs. Test! Szívből gratulálok az újszülött lányokhoz! Újszülött lányok? Oh, majdnem! Johnny átirányítva. Unatkozol? Semmi dolgom sincs, meghalok. Meghalok, ihebent, meghalok. Elolvasod az újságot? Nem túl olvasmányos. Játszhatnánk valami sportos játékot. Egy pattogó labdával, nem? Túl megerőltető. Mi van a teleportálással? Az jó kis móka. Tadám! Teleportáció? Felejtsd el! Nem kapcsoljuk be a teleportálót csak azért, mert unatkoztok. De segíthettek a legújabb kutatásunkat tesztelni a laborban. Nem tetszik ez a nézés. Nem adod fel, ugye? Nem. Én egy olcsó kempingezésre szavazok. Én? Utálom a kempinget. Mi lenne, ha egy drága Hawaii vakációra mennénk? Utálom a pénzköltést! Csak mókázni szeretnék, de ez a tesztelős csúszdás így kivívta a haragomat! Biztos jól van. Keményen játszanak? Akkor Johnny is bekeményít majd. Ez meg mi? Mondjuk ez egy terv, amin már régóta dolgozom, és a használat ideje most jött el. Kezd ez az őrületbe kergetni. Figyelem! Kapcsoljátok be a teleportálót, különben ez jön! Komolyan! És az mi? Víz és zöld ételszínezék? Múlt héten betörtem a laborba, és összekevertem néhány anyagot az instabil szekrényből. Hogy? Johnny, megbolondultál? Igen, tegyétek, amit kér. Még soha nem láttam ilyennek. Eszét vesztette. Tessék a kulcsok. Az instabil löttyöt hagyd itt. Soha ne becsüld alá egy unatkozó 11 éves fiú elszántságát. Akkor teleportáló erők, hajrá! Már is nem unatkozom. Egyébként mi volt az üvegben? Az önzés kész. Víz és zöld ételszínezék átvert minket. Jól van, akkor kezdhetjük a bosszú hadjáratot. Félelmetes! Nincs rajtad egész napos karszalag, és biztos vagyok benne, hogy ez egy kutya. Szóval, őrség! Itt, kezeket fel! Értettem, nem gond, és most leteszem, és teleport! Majd azt mondom, semmit sem láttam. Igen, én is. Arkádia, komoly! És ezt nézd meg! No, egész napos jegyek! Szeretlek! És szeretem a teleportálást, és azt is, hogy a nővéreim bedőltek a tervemnek! Johnny azt nem tudja, hogy amikor áthelyezi magát, akkor a molekuláit a teleportáló fő egysége leszűri. Vagyis, ha újra alakítjuk, illetve összezavarjuk a szenzorokkal, akkor kevésbé érdekes helyekre küldhetjük Johnnyt. Hogy megtanítsuk neki a teleportálás veszélyeit, és ami fontosabb, hogy ne verjen át többé minket. Most egy kicsit szikrázni fog. Halljam, mi folyik itt? Mi rockzenét hallgattunk. Mi próbálunk megtervezni egy nyaralást, de... Hol van Johnny? Mit műveltetek Johnnyval? Nyaralást mondtatok? És mégis hová megyünk nyaralni? Még nem döntöttünk. Én egy gazdaságos, itthoni, kirakózós, sütögetős nyaralást javasoltam. Én pedig egy trópusi szigetet, ami nem olyan béna, mint az itthon töltött nyaralás. Egy trópusi szigetet? Tényleg egy bank kirablását tervezed? Lányok, most jobb, ha mentek, ez kezd eldurvulni. Szép váltás volt a nyaralás témára. Te is jól mondtad a rockzenét. Kösz! Most pedig intézzük el Johnnyt. Johnny és Buddy következő célállomásának kijelölése. Kész! Lássuk, hogy bírja Johnny a kiképzőtábort. Johnny!
ez a nevetés már túl sok volt. Igen, elragadtattam magam, igaz? Most hova menjünk? Mindig is Oroszországba készültem, hogy lássam azt a süveges épületet. Akkor már is indulhatunk, Sir Mook barátom. Hé, hey, ez nem a Kreml. Nem, ez egy vonathíd. És ott jön a vonat! Csúcs, az állatkertben vagyunk. Igen, de miért vannak emberek a rács mögött? Nincsenek, mi vagyunk a ketrecben. E mögött a nővéreim vannak. Futás! Mondtam, hogy ez egy rossz ötlet volt. Nem mondtad. Akkor most mondom. Jussunk innen. Most küldjük Johnnyt egy szuper izgalmas helyre, amit imád majd. Mondjuk egy női ruhaboltba? Egy unalmas művészeti múzeumba. Ó, milyen boszorka vagy, kösz. Jaj, hol vagyunk? Oda se nézek. Ez az a francia múzeum, amiről művészettöriből tanultam. Ó, az unalomfájásom kiújult. A Louvre-nál vagyunk. Szerencse biztonságban. Itt biztonságos. De nous, s'il vous plaît. Hogy jött, tessék? Azt mondja, segítsünk neki. Hé, ez a festmény nem híres. Jaj, ne. Segítünk a műkincsrablásban. Az rossz, ugye? Nagyon rossz. Egy rablás közepébe csöppentettük! Nem a legjobb munkánk. Úgy tudjuk, ez a fiú és a rendellenes szőrzetű kölyök vonható felelősségre a világ legdrágább műremekeinek elrablásáért. Ha bárki tud-e két veszélyes bűnelkövető kilétéről, közölje a rendőrséggel. Hűha, ez nem túl jó. Anya és apa az internetet bújják, azonnal látják a híreket. Bocsás! Egy trópusi szigetre menjünk. Maradjunk itthon és ez egyszer spóroljunk. Az ott Johnny a gépen! A gép lerobbant! Felvisszük, hogy megjavítsuk! Láthattam Johnnyt a gépen! Nem! Ott van Johnny a gépen! És ha Johnny itthon van, nem vezeti ide a fejvadászokat? Fejvadász? Azt mondtad, fejvadász? Figyelem, itt az FBI! A fiú és a kutya jöjjön elő kezekkel a magasban! És a szülők is, mivel őket terheli a felelősség a nevelési hiányosságokért. Ez az ő hibájuk! A mi hibánk! Te zsaroltál meg minket, hogy átadjuk a technikát! Ki engedett 11 éves teleportálódni? Őrültek! Most szórakozol! Most már legalább tudjuk, hol töltjük idén a nyarat! Börtönben! Lányok, most mi legyen? Ti vagytok a zsenik! Semmi ötletünk! Nekem van a laborba! Gyorsan, küldjétek a házat egy lakatlan szigetre! Tessék, ez lehetetlen! Utolsó lehetőség, és semmi veszélyessel ne próbálkozzanak! Most próbálunk ki valami veszélyeset! Siessetek, mozgás, nincs túl sok időnk, már jönnek! Drukkoljunk! Mit műveltek? Ez nem biztonságos! Kapj el! Mindannyian nagyon nagy bajban vagytok. Tudjuk! Utolsó figyelmeztetés! Csak semmi meggondolatlanság! Bemegyünk! Majd azt mondom, semmit sem láttam. Igen, én is! Ne aggódjatok, anya-apa! Írunk egy vírust, ami letörli Johnnyt a világ összes gépének memóriabankjából. És törli Johnny és Büdi képét a biztonsági szalagokról, és akkor megszabadulnak a rabláshoz való kapcsolódástól. De ez 3 napig is eltart.
Ha? Már 2 perce elmentek. 3 nap? Inkább legyen 1 hét. Kivételesen nem kaptok büntetést. Úgy látjuk, megtanultátok a leckét a teleportálás veszélyességéről. Az pedig az, hogyha bajba kerülünk, anyát és apát egy lakatlan szigeti paradicsomba kell telepítenünk. Igen! Igen, ez egy csodálatos nyaralás lesz!